A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit, vendégem Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok. Nos, hát így karácsony előtt egy nappal egy rendhagyó beszélgetésre készülünk. Rendhagyó annál is inkább, hiszen kevés olyan kulturális intézményt akadályozott, illetve volt hatással az elmúlt időszak történései, mint a színházak. És a Vörösmarty Színház is megszenvedte, természetesen a nézők is, de leginkább azok az alkotó emberek, akiknek egy át kellett gondolniuk mindazt, amit amiben éltek, és amiben majd a jövőben is tevékenykedni fognak. Nyilvánvaló, hogy a koronavírus járvány is alapvetően meghatározta a színház műsorpolitikáját, mindennapjait az elmúlt időszakban. Most pedig a gazdasági válság, az orosz-ukrán háború, az infláció, a recesszió, mindaz, ami sújt bennünket. Én azt hiszem a köznapi embert, de az intézményeket még inkább. A gondoskodó, tisztelettel felépített színházi műsort pedig még inkább érinti. Egy kicsit beszélgessünk, aztán majd néhány darabról egyébként is szó kell, hogy essék, de a kialakult helyzetről, hiszen már ez, ha jól gondolom, akkor idestóva három esztendeje folyamatosan tart. Így van, és idestóva nem három, hanem lassan 10 éve ülök itt a stúdióban így karácsony előtt, hogy egy valamilyen fajta számvetést végezzek a nézők számára elsősorban, és hát persze ez eredménye egy belső számvetésnek is. Most is tulajdonképpen egy ilyen visszapillantás, összegzés az, aminek az apropójából ez a beszélgetés születik, és az az érdekes helyzet, hogy most, ahogy itt ülök, tulajdonképpen minden ugyanaz, de valójában a világban már semmi. Az a számvetés, amire ennek az évnek a végén kényszerültem, az gyökeresen különbözik azoktól a számvetésektől, amelyek az elmúlt éveket jellemezték. És ennek elsősorban az az oka, amiben a felvezetődben is utaltál, hogy az életünk olyan világjelenségekkel szembesített minket, amelyekkel ezidáig soha nem találkoztunk. Ez a Covid és a háború. De nem csak én, hanem azt gondolom, hogy kortársaim olyan döbbenten állnak ezek előtt, a világjelenségek előtt, amelyekre nincsenek naprakész válaszok. Nincsenek ügyes zsebből előhúzott bűvésztrükkök, hanem a túlélés egyéni taktikája, illetve alapvetően az élethez való belső viszony az, amely talán egy kiutat mutathat ebből a sötét alagútból. Tehát ezzel arra célzok, hogy ha most visszatekintünk egy színházi évadra, ezt az elmúlt színházi évadot nem tudom eltekinteni attól a belső szememtől, ahogyan most látom őket, és ez azért érdekes, mert máshogy láttam őket, ha nem lett volna Covid, és nem lenne háború. Akkor másként beszélgetnénk az adáshibáról, másként beszélgetnénk a Julius Caesarról, de nem tehetem, mert közben itt van egy háború. Túl vagyunk egy Covidon, és annak minden lélekromboló hatásán. Mert talán az is tudod, nagyon érdekes dolog, hogy a színház és a benne dolgozó színházi emberek olyanok, mint egy ilyen nagyon érzékeny szeizmográf. Hiszen a színház igazi tehetségei, és ez most nem csak színészeket értek alatta, hanem drámaírókat is, mindig rendkívül érzékenyen reagáltak olyan mozgásokra, amelyeket adott esetben talán
A hétköznapokban észre sem veszünk, de a művész lélek rezeg. A művész lélek szeizmográfia kirajzol egy görbét, és az utal valamire, ami készül, vagy valamire, ami zajlik. Most például, hál' Istennek, tőlünk távol zajlik, de mégis a következménye az már itt van közel. Ja. És mi a következménye? A bizonytalanság és a félelem. Talán ez a két legerősebb, legtorokszorítóbb pokla a ma élő hétköznapi embernek, és én azért veszem és azért sorolom ezt a két tényezőt az elé, a napi problémák elé, hogy miből fizetem ki a gázszámlámat, és szorongok sorbálva a Tesco-ba, hogy úristen, a 10 000 forint van nálam, az elég lesz, ki tudom fizetni. Tehát igen, nagyon rossz így élni, nem túl jó így élni. De ezeket mind fölülírja az az általános bizonytalanság, hogy és mi lesz holnap. A szorongás a gyerekeim jövője miatt. Igen, szigorú lektor ez a fajta történés sor, ami ért bennünket, és nyilvánvalóan nem is lehet túllépni rajta. Ugyanakkor a színház egy bizonyos értelemben zárt közösséget alkot, attól függetlenül, hogy kinyílik, mint a virág, amikor előadásra kerül a sor. Hogyan lehet ezt belül feldolgozni, hiszen ki másként éli meg, másként gondolkodik erről, egy biztos, hogy mindenkinek nehéz. Tehát rendkívül felelősséget hordoz minden egyes pillanat. Az én számomra egyetlen egy kulcs van, és ez az élethez való belső viszony. Tehát, hogyha én az életet csupa megoldandó hétköznapi problémák kaotikus halmazának tekintem, akkor szorongva fogok élni. Ha az életet egy ajándéknak, egy megismételhetetlen feladatnak tekintem, akkor ugye azt szokták mondani, hogy túlélni. Nem túlélni, élni kell tudni, és az embernek az életbe vetett hitét nem söpörheti el az olajválság, nem söpörheti el az infláció, nem söpörheti el a forint és az euró árfolyama. Kit érdekel a forint és az árfolyam ingadozása, amikor a barátom haldoklik egy elfekvőben? És én azt gondolom, hogy ezek az élet nagy kérdései, mert az összes többit meg lehet oldani. Csak egy életünk van. Csak egyféleképpen tudunk hinni benne, és ez pedig az, hogy az életnek értelme van és célja van. Én így élem az életemet, és ez ad a számomra személyesen kulcsot önmagamnak ahhoz, hogy hiába, én most itt a Vörösmarty Színház igazgatóiként ülök itt, de kimegyek, belépek a lakásom ajtajába, és otthon egy családapa vagyok a gyerekei problémájával, és ugyanúgy a hétköznapi élet gondjaival, mint bármelyikünk másunk. De nekem ez kifejezetten egy kulcsot ad, és a maga művészi munkáján és a színház műsorán keresztül tulajdonképpen ezt a fajta világlátást, életszemléletet, életszeretetet, életbe vetett hitet szeretném továbbadni az embereknek. Nyilván a kialakult helyzet átlényegíti a darabok megszületését is bizonyos értelemben, hiszen rá lehet húzni, ha nem is külön-külön, de egy-egy problémakörre a darabban megírtakat. És ez rendkívüli felelősséget ró a rendezőre, a színművészre egyaránt. Hogyan lehet ezzel megbirkózni? Hiszen gondolok itt elsősorban arra, hogy amikor társadalmi problémáról, társadalmi drámákról szól egy-egy darab, azra nyilván a 21. században is ráismerhetünk, bármikor is született. Tehát ez a kivételes felelőssége a színháznak is. Miközben ott vannak azok a problémák, azok a gondok, amelyek sokkal mélyebbek, és nyilván hatnak az emberre is, a színi művészre is. Ugye egymásnak szokott feszülni két tendencia.
Az egyik az úgynevezett, a szó jó értelmébe vegyük most ezt a kifejezést, hogy átlagnéző, akitől, ha megkérdezem, hogy miért szeretsz színházba járni? Én azért szeretek színházba járni, mert szeretnék kikapcsolódni. Ez egyfajta attitűd. És van egy másik attitűd, hogy a színházat művelő emberek, megnek az a törekvése, hogy az embereket ne kikapcsolják, hanem bekapcsolják. Bekapcsolják egyfajta szellemi vérkeringésbe, egyfajta gondolatkörbe, abba a szellemi vérkeringésbe, abba a gondolatkörbe, amely az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, abból nem lehet kikapcsolódni. Tehát az egy mindennapos felelősség, ha úgy tetszik, teher. De most ugye az adagolása ennek a kikapcsolom, bekapcsolom, hiszen az izmokat, ha megfeszítjük és edzünk, lazítani is kell. A szellemmel ugyanaz a helyzet, megfeszülök, belefeszülök, és utána fel kell oldódnom, el kell engednem. Tehát ennek a megfeszülésnek és elengedésnek az aránya, ez most fordítottan működik, mint mondjuk a Covid és a háború megelőzően. Mert én mondjuk, vegyük a Julius Cézárt. Julius Cézár arra kényszeríti az embert, hogy alaposabban belegondoljon a hatalom működésébe, abba a típusú működésbe, amely működés alól, vagy annak következményei alól a hétköznapi ember sem mentes. Ez egy nagyon izgalmas probléma. De ha az én hétköznapi életembe, ha bekapcsolom a tévét, ha rámegyek az internetre, mással se találkozom, mint ezzel, a hatalom arroganciájával, a diktatúrákkal, az álnokságokkal, a politikai cselszövésekkel, és mindezek hétköznapi következményeivel, amik engem egyszerű embert érintenek, akkor ugye egy rettenetes görcsbe vagyok, görcsbe feszülök, na jó, nem baj, elmegyek színházba, és ott még egyet erre így rátekernek erre a szorongásomra, hát akkor annyira nem érzem jól magam. Tehát ezzel most csak azt akarom mondani, hogy a Julius Cézárnak valószínűleg sokkal nagyobb közönséget megmozgató ereje lett volna, ha nem ilyen világhelyzetben születik. Tehát, ha ezt a Julius Cézárt most nem mutatjuk be, most itt ülnék a stúdióba, és arról kérdeznének, miért hogy mit akar jövőre bemutatni, akkor Julius Cézárt nem venném elő. Nem. És az adáshibát? Hiszen az adáshiba meg rólunk szól. Egy kicsit átképezve igen, nyilván. Az adáshiba egy másik helyzet. Ez egy másik helyzet. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ahogy mi azt mondjuk, hogy másik helyzet, ugye a közönség nem okoskodik, hanem ösztönből cselekszik. Vagy megveszi a jegyet, vagy nem veszi meg a jegyet. És a következőt látom. A Julius Cézárra én nem találkoztam emberrel, aki megnézte volna az előadást, és ne beszélt volna lelkesen róla. Tényleg én azt gondolom, nagyon büszke vagyok rá. Színházunk az ember tragédiája 2.0 óta a legkomolyabb, leginkább az egész társulat művészi erejét megmozgató produkcióról van szó. Egy igazi művészeti tett hat az emberekre. Azokra, akik eljönnek. Igen. De nem jönnek el. És nem veszik meg a jegyet. De az adáshibára meg megveszik a jegyet. Na most, és akkor van itt egy másik érdekes jelenség, hogy az adáshibára megveszik a jegyet. A Beatles.hu-ra persze, hogy megveszik a jegyet. És nézem, nagyon sok előadását láttam, közönség előtti előadását láttam ennek a produkciónak, és azt tapasztalom a sikerében, hogy
nem azért van sikere, mert a jók a dalok, meg a jó ez a zene, mint mondjuk egy átlag musicalnél, hogy jó meghallgatni ezt a zenét. Mondjuk a Chicago, milyen jó zene, milyen jó sztori. Hanem a Beatles tudott valamit a 60-as, 70-es években, és ez pedig nem más, mint örömöt adtak az embereknek. Ebből a zenéből az élet öröm árad, és aki ezt a zenét hallgatja, az örömöt érez. És ez nem azonos azzal, hogy milyen jó dal. Nem, ez többen örömöt érzek, és feloldódok ebben az örömben. Tehát én, amikor látom a szinte eufóriába hozott közönséget a produkció végén, akkor azt látom, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy boldogan elmerülnek ebbe az ajándék öröm zuhatagba, amivel megajándékozza őket ez az előadás. Igen, ez már igazi 21. századi bitlis.hu, nem véletlen sem. Viszont ha már itt tartunk, és a Julius Cézárt említetted, akkor térjünk ki egy kicsit az Ember tragédiája 2-re. Mert a 2 bármennyire is furcsa, én azt gondolom, hogy összetartozik abban az értelemben legalábbis, hogy másként mutatja meg mindazt, amit megélhettünk, ha úgy tetszik, boldog békeidőkben. Igen. És a mélységeket kutatja, a mélységeket mutatja, elgondolásra késztet, gondolkodásra késztet bennünket, tehát több annál, mint sem egy történetet, amelynek a látványvilága is fantasztikus, mi megéljünk, több annál. Egyet értek. Én úgy tekintek a tragédia 2.0-ra, mint bizonyos értelemben a zenítjére ennek a színházi társulatnak, ami idestova 10 éve működik, most már több mint 10 éve működik Székesfehérváron. Bízom benne, hogy azért ez egy tartós zenit lesz. A körülmények nem kedveznek annak, hogy ilyen típusú, ilyen horderejű és ilyen dimenziójú előadások jöjjenek létre, de az, hogy létrejöttek, az nem csak egy szép emlék, hanem az egyben egy felelősség is. Saját magunk erkölcsi mércéjéhez igazított felelősség. Nyilvánvaló, és ha már itt tartunk, akkor egy titkot azért hadd áruljunk el. Még egy darab, hiszen 2016-ban Cserhalmi György azt mondta nekem, többek között természetesen, hogy egy olyan világot élünk, ahova ez a darab egy kicsi áttűnéssel, de illeszkedik. Most ugye még mostanában fog elkezdődni az a próba folyamat, amely most megismétli a 12 dühös embert, és én azt mondom, hogy műsorpolitika szempontjából a teli találat. Bízom benne, de azért hagyd tegyem hozzá, hogy ennek az ötletnek azért volt egy kulcs szereplője, és ez a Cserhalmi György. Tehát amikor polgármester úr felajánlásán elgondolkodtunk, aki a Covid miatt, a háború miatt bezárás okozta problémákat, enyhítendő felajánlotta nekünk a Városháza dísztermét, és éreztük, hogy ezt nem csak illendőségből, hanem egyébként a mi életben maradásunk miatt is mennyire fontos elfogadnunk, és élnünk ezzel a felajánlással. Na de mit? Mert azért a Városháza dísztermé egy elég speciális tér, tehát nem tudom akármit megcsinálni. És akkor hirtelen beugrott a 12 dühös ember, ami tulajdonképpen egy bírósági tárgyalás. És hát ugye a Városháza dísztermét nagyon könnyen át lehet alakítani egy bírósági teremmé. Na jó, ez idáig működik, na de mit szól ehhez az alkotó? Akarja-e, érez-e hozzá kedvet, van-e benne elég muníció, erő ahhoz? Hát, én nem tudom, ki az, aki elolvasta a Cserhalmi Gyurival, nem olyan régen készült egy nagy interjú, amiben ő vallott azokról az évekről, amik mögötte vannak. Hát erről most talán csak annyit, hogy 10 embernek is sok, amit ő végig küzdött ezekben az években. A felesége elvesztésétől kezdve a különböző betegségek leküzdésén át, és egy ilyen küzdelem sorozat után hát tényleg az emberben van egy fél, hogy vajon
ez az ember még ezt akarja, tudja, képes rá? És annyira jó volt látni azt a hihetetlen örömöt, boldogságot és ambíciót, amivel szinte azonnal reagált, és azt mondta, hogy igen, igen, ezt engem érdekel, jövök, boldogan csinálom, és aztán le is jött, megnéztük a helyszínt, és úgy érzem, hogy ez most ugyan a szükség hozta ezt a helyzetet, de mégis egy olyan szituáció keletkezett, amiből mindenki csak győztesen igen, kerülhet. Igen, pozitív megerősítés mindenkinek. No, de mi lesz velünk színházbarátokkal januártól? Januártól ugye mi annak a jelmondatnak a jegyében dolgozunk, hogy a színház épületet bezártuk, a színház működik. Igen, az épület bezáródik, és munka folyik tovább az épület falain kívül. Most nem akarok abba belemenni, hogy az épület falain belül is zajlanak munkák, például hogy kicserélik a nyílászárókat, kicserélik a tűzgátlóajtókat, kicseréljük energiatakarékosra az izzókat. Tehát olyan dolgokat csinálunk, amelyeket máskor nem nagyon tudnánk megoldani, de alapvetően a művészi munka a falakon kívül zajlódik. Ebből igazából a három előadást tudunk megmenteni olyan értelemben, hogy találtunk helyet, ahol bemutathatjuk, és ez a következő. Az egyik a Városháza díszterme, ahol február 25-én bemutatjuk Cserhalmi György rendezésében a 12 dühös ember felújított változatát. Ezzel párhuzamosan már január és februárban ugyancsak a díszteremben gyerekelőadásokra is sor kerül. A kicsiket nem engedjük el, a kicsik kezét nem engedjük el, folyamatosan játszani fogunk nekik, és aztán számos tájelőadásra kerül sor olyan helyeken, ahol eddig még nem jártunk. Elmegyünk Kecskemétre, elmegyünk Ajkára, elmegyünk Budapestre, elmegyünk Komáromba. Tehát ezek mind-mind közönség előtti megmérettetések. Tehát ezek a Kozákból, a Pelikánból, a kamaradarabok? Mindegyikből. Mindegyik? Igen, igen. Tehát attól függ, hogy mi a befogadó helynek a paramétere. És aztán sor kerül egy különös előbemutatóra, a következő évadra tervezzük a Nem félünk a farkastól című produkciót, Tóth Ildivel és Sági Tamással a főszerepben. Ennek a bemutatónak, a stúdióban tervezett bemutatónak a előbemutatója most például Komáromban lesz, ahogyan a főpróba hete is. Mm. Elmegyünk Komáromba, ott nincs színházbezárás, ott tudunk próbálni, tudunk játszani, visszajövünk, és mire visszajövünk, meg is nyílik a színház, és be tudjuk tök mutatni jelent a fehérvári közönségnek is. No, hát annyi időnk maradt, kedves János, hogy egy adventi, újévi üzenetet kérlek szépen fogalmazod meg nekünk, hiszen én azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy felkészüljünk a színház nélküliségre, bizonyos értelemben nyilvánvaló, és hogy várjuk az újranyitást. A színház újra fog nyílni, és az élet az nem engedi el a kezünket. Úgyhogy mi se engedjük el az életbe vetett hitünket. Tehát csak 12 dühös ember lesz, nem 112 ezer. Köszönöm szépen. Békés áldott adventi ünnepeket, boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen minden kedves nézőnek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az ünnepi beszélgetések sorában Szikora János, a Vörös Marti Színház direktora volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napokat, boldog karácsonyt, boldog új évet. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.